Hello. Hello, hallotok? Na, már is kezdhetjük. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! E-sport óra lesz. Vagy legalábbis azt tervezzük. Egy pillanat türelmet kérek. Csak valami mindig vacakol. Na, most már elvileg rendben lesz. Sziasztok! Oké, és na, bocs is rácok, csak így a 2 óra között az átállás az elég nagy szívás tud lenni, már csak azért is, mert nekem egy át kell jönnöm Windowsra, aztán, hát a Windows meg Windows. Jó. Na, látom, toljátok a jelenlétívet. Írja már be, tehát kezdjük már úgy akkor az órát, hogy mindenki beírja, hogy jelen. Mert itt még e-sport órán nem volt ilyen jelenlétív. Azt hiszem. Ennek kapcsán csináltam az e-learningen is egy jelenléti ívet, jó? Meg majd a Twitch neveteket írjátok már be a könyvelésbe. Jó, majd vegyetek fel ott egy, valaki vegyen fel egy új oszlopot, és akkor a Twitch nevetek írjátok már be. Jó? És akkor én majd írom ez alapján ez alapján is a jelenléti ívet. Illetve csináljunk már redundánsan, és az e-learningbe is kattintsátok már be magatokat. Jó, tehát elmentek oda az e-learning, tehát a Moodle-be, és akkor ott hát most a 8. labornál már ott van egy ilyen kis jelenlétív, ott csak kívül a pipát bele kell tenni, szerintem most jelszót se állítottam, úgyhogy még elvileg az se kell. Jó, úgyhogy ott is kattintsátok majd be magatokat. Ráír ma, akármikor, nem kell most órán, tehát ma éjfélig be lehet kattintani, ha valaki esetleg nincs itt, mondjuk az nem tudom, hogy lehet, hogy nincs itt, de ha valaki nincs itt esetleg, akkor és visszanézi a videót, akkor ő még ma be tudja magát kattintani. Jó? De mondom, ide is írjátok be, tehát ettől a héttől kezdve akkor most már akkor így lesz, hogy ideértek, tehát elindítom a streamet, és aki, ahogy ideértek, akkor írjátok be, hogy jelen, és akkor én ezt majd tudom adminisztrálni. Jó, na, mi lesz a mai program? Látjátok a címbe is. Múlt hétről elmaradt a profi szerződés, akkor azt átbeszéljük. Igazából az talán valamennyivel gyorsabb lesz, mint az amatőr, mert hát annyi, talán annyi kommentárt nem fog hozzáfűzni, mint a amatőrhöz. És akkor utána pedig hát siege-eznénk, remélem, hogy a stream most működik, legalábbis beállítottam a hétvégén, aztán hát fene tudja. Végül is kiderült, hogy az volt a gond, hogy nem volt jó nem volt jó beállítva ez a GPU-s streamelés. Hát remélem most jó lesz, de meglátjuk, meglátjuk. Oké, és akkor siege-eznénk, úgyhogy esetleg a múlt heti ötös itt van-e? Vagy hát négyes, akivel játszottunk. Azt látom, hogy D-para itt van. Kristóf Erdei itt van. Ki volt még? Aha. Jó, igen, siege-ezünk, ja. Jó, oké is. Na, viszont mielőtt ebbe belemennénk, két dolgot jó lenne tisztázni vagy megbeszélni. Csak ránézek a könyvelésre, mert ott láttam még hiányosságokat. Jó, tehát van, vagytok néhányan, akik még egyáltalán nem írták be magukat a könyvelésben. Na most én a hiányzó Neptune kódokat fölvittem, de ott se ingame név, se könyvelési link nincsen.
illetve fűztem néhány megjegyzést, főleg azok, csak azokhoz, akiknek nem volt nyilvános a könyvelése, azt tegyük már nyilvánossá, jó? Mert legyen nyilvános, hogy én is lássam. Nekem kéri hozzáférést, jó? Tehát ezeket pótoljuk, akiknek még nincs meg. Jó, a pontokkal, hát valaki jól áll, valaki még azért nem valami jól. Írjuk a pontokat, jó? Tehát azt is update-eljük folyamatosan. Okés. Na, ez az egyik, hogy erre figyeljünk oda. A másik pedig a bajnokság. Na most én itt látom, hogy egyelőre csak 4 meccs ment le. Így van. Na most haladjunk tovább a meccsekkel. Tehát gyakorlatilag 3 csapat játszik meccseket, ahogy látom. Jó, a többiek is nyomják már, mert haladni kéne, csinálni kéne. Na most, hogyha jó lenne, hogyha mondjuk a héten, hát csütörtökig meg lenne az ütemezés. Jó, tehát az, hogy ki mikor játssza a meccseit. Mondom, lehet egy héten akár többet is. A lényeg, hogy fél év végéig ezek fussanak ki. Na most, hogyha a csütörtökig nem nincsen itt a ütemezés, akkor megírom én. Jó? Na most csak ennyi lett lekönyvelve. Na most a könyvelés az fontos. Tehát amint lemegy egy meccs, könyveljünk. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy rögtön írjuk is, ne csak így utólag. Jó? Jó, tehát mondom, a jelenléti az akkor megvan, a verseny pörögjön. Mondom, egyeztessetek ti, hogy mikor játszotok, viszont hogyha nem lesz meg, akkor beírom én, az nem biztos, hogy szerencsés. Jó? Tehát jó lenne, hogyha ti átbeszélnétek, hogy mikor van. Hát, aha. Cségót csak földobtuk egyelőre. Aimhacket meg ne használjuk. A jelenléti úgy van, hogy egyrészt van itt a Twitch-en. Jó, tehát amint ideérsz, akkor írd be, hogy jelen. Ez az egyik, a másik meg e-learningen is van egy jelenléti, oda is kattints be magad. Redundánsan csináljuk, mert biztos, ami biztos. Jó. Oké is. Jó. Na, streamelési járó pontok, Dave. Nem is tudom, hogy ezt hova írtam be. Ez elvileg fészen van fönt, ugye? Vagy lehet, hogy ott még nincs fönt. Addig közben dobjátok a kérdéseket nyugodtan. Meg azt is leírhatjátok, hogy ti hogy emlékeztek a streamre. Na most hirtelen nem emlékszem. Hát fészen semmit nem lehet megtalálni. Hát szerintem ezt fészen még nem is írtuk ki. Aha. Ott már írja is, hogy 100 a max és óránként 20 pont. Vagy meccsenként 10. Ja, Discordon, akkor Discordon van. Ja. Oh, így van, ott van Discordon az eSport csatornán. Eddig nem volt jelenléti. De ott vissza is tudod nézni egyébként, de a korábbi laborok, tehát most van először jelenléti. Ezt igazából én bambultam el, és én felejtettem el csinálni.
Jó, de most már lesz. Most már lesz. Hát, streamelés, az szervezés vagy elemzés, ahogy gondoljátok. Döntsétek el. Jó, okés. Na, akkor kezdjünk is neki. Ma lehet, hogy egy picit rövidebb lesz az óra. Majd meglátjuk, mert kicsit sűrűbb a programom. De elérhető vagyok. Hát tudjátok, hogy elérhető vagyok. Discordon, Skype-on, Teams-en, de Discordon főleg. Úgyhogy valami van, akkor tudtok nyugodtan kérdezni. De azért lesz óra, tehát nem erről van szó. Csak lehet, hogy egy picit hamarabb most befejezzük. Jó, na, akkor elvileg az adminisztratív dolgokkal meg is vagyunk. Úgyhogy akkor csináljunk már azt, hogy akkor fussunk végig ezen a szerződésen. Ugye emlékszünk, hogy múlt héten belenéztünk az amatőr sportolói szerződésbe. Zolti, a Discord link a Facebook csoportban bent van a kapcsolatba. Elvileg. De akkor most oda beteszem. Vagy valakit tegye be. Hát. Jó. Hát akkor beteszem én, mert ha már itt van. Gyorsan. Na, ott lesz a kapcsolatba. Jó, na, akkor nézzük meg ezt a... Hát, Kristóf Erdei bedobta ide, és úgyis jó, úgyis jó. Jó, oké, és na, akkor nézzünk rá erre a szerződésre. Na most ez egy szerződés minta igazából, és ez a szerződés minta, ez már is mutatom, hogy melyik könyvből van, csak kikeresem. Meg akarom nektek mutatni. Így van, meg is van. Jó, tehát ebből a könyvből van. Jó. Tehát ebből a könyvből... Hát, Salesz, amúgy én is erre gondoltam, de mindegy. Majd moderáljuk, hogy olyan van. Jó. Oké, és tehát ebből a könyvből van ez a szerződés minta, ebből emeltem át. Igazából ez a könyv, ez az ajánlott irodalmak között is ott van. Szerintem egy elég jó kis könyv, bár nem mai darab, de azért nem rossz. Szerintem érdemes elolvasgatni. Jó. Na, és akkor tényleg csak fussunk rajta egy gyorsan, mert Hogy hogyan is néz ki, meg mi a különbség. Ugye ez is egy sima ilyen játékos kontrakt. Nagyon fontos, hogy ez nem sportegyesületi, tehát nem sport jellegű játékos szerződés, hanem ez egy sima foglalkoztatási, nem is tudom, hogy ezt jogilag hogyan lehet mondani. Ugye az amatőr szerződés, amit néztünk múlt héten, az egy sportszerződés volt, tehát egy amatőr sportolói sportszerződés. Ez nem az, ez nem sportszerződés, jó? És akkor itt, hogy kik között jött létre, ugye milyen időtartamba, meg itt kéri, hogy a játékos milyen nemzetiségű, de ezen így ugorjunk is át, hanem ugye az, hogy tényleg csak úgy milyen pontjai vannak. Ugye itt nyilván az, hogy ugye a klub az micsoda, tehát hogy egy olyan szervezet, ami e-sport tevékenységet folytat, meg hogy online computer gaming tulajdonképpen a téma. Ugye a játékos nyilván e-sport tevékenységet folytat, nyilván professzionális szinten, ez tényleg csak ilyen bevezető dolgok. Hogy ugye a játékos ebből akar élni, meg ilyen dolgok vannak itt tulajdonképpen.
Ugye, ami itt fontos, hogy nyilván a játékos nincs elkötelezve más e-sportklubnál, és tényleg szabadon beléphet ebbe a szerződésbe, tehát szabadon szerződhet. Jó, hogyha más kluboktól jött, akkor ez ugye a következő pont érvényes, és itt nyilván az, hogy ugye itt ilyen átigazolás, meg ilyesmi, tehát az, hogy a játékos korábbi klubjával rendezze ezeket a dolgokat, tehát hogy ne legyen valami szerződésszegés, vagy ilyesmi. Oké, és jó, nyilván a játékos tudomásról vesz, hogy a szponzoroktól származó bevétel az fontos, és hogy nyilván a szponzorok támogatják úgymond a játékos, meg ugye ennek a szerződésnek a létrejöttét is, ugye ők segítik meg nyilván a klubnak a sikerességét, stb. Ez majd később lesz érdekes, hogy ez miért fontos. Oké, és nyilván itt az, hogy mi a célja ennek a szerződésnek, nyilván az, hogy a klub és a játékos jogait, meg hogy mit csinál a klub, meg hogy a játékos ugye fizetést kap, stb. De tekerjünk is tovább, mert nem akarom nagyon elhúzni. Oké, és itt pár definíció, hogy mi az az e-sport a továbbiakban. Nyilván itt megint sok definíció van, ugye a szerződés szempontjából ez fontos definiálni. Ugye kompetitív gaming tevékenység, valamilyen szervezeten keresztül, tehát hát ilyen kompetitív gaming tevékenység. Oké, és hogy mi a csapat? Ugye egy vagy több játékos ugyanazt az e-sport tevékenységet folytatja, meg hogy mi a hét, hogy hétfőtől péntekig. Jó, de tényleg ugorjunk is tovább. Oké, és itt ugye tisztázzuk azt, bocsánat, elnézést. Lassan jön az allergia szezon, viccesek lesznek a streamek, úgyhogy készüljetek előre is. Jó, tehát e-sport tevékenység, ugye, hogy ez full-time vagy részmunkaidős. Ugye a részmunkaidős akkor még itt felsorolja az, hogy milyen egyéb tevékenységekre végezhet a játékos, azon túl, hogy a klubban tevékenykedik. Jó, itt ugye fixelsz, hogy minden díj, meg cím, meg kupa, meg minden, amit a játékosok nyernek, vagy a csapat nyer, az minden a klubé. Jó, leszámítva ugye az egyéni díjakat, tehát mit tudom, valaki MVP lesz, vagy ilyesmi, akkor az nyilván nem, de nyilván az ilyen csapatszintű trófeák azok a klubé. Na és akkor ugye itt jönnek a lényegesebb részek, ugye hogy a játékos kötelességei, hogy ugye nyilván teljes mértékben hűségesnek kell lenni a klubhoz, már olyan értelemben, hogy nyilván nem játszok másik csapatban, hát most furán is néz neki, hogy nem is tudom, valaki a nem is, tehát valami profi csapatba játszik, mondjuk egy G2-ba, aztán néha elmegy játszani másik csapatba is. Tehát ezen nagyon, nagyon fura lenne. Nyilván ez azért erre figyel, ez itt szabályozva is van. Jó, a játékosnak nyilván részt kell venni a gyakorló sectionökön, a training camp, stb. Minden egyes döntésnek alá kell vetnie magát, amit a csapatvezető vagy a klubnak a menedzsmentje hoz a csapat összetételt illetően. Mondok egy példát, hogy valakit leültetnek a kispadra, akkor azt tudomásul kell venni. Kész. Tehát ott nincs mese. Ez az egyik, másrészt meg nyilván a csapat, ahogy összeáll, tehát ahogy igazolni tudnak csapattársakat, hát úgy lesz a composition kész. Tehát azt tudomásul kell venni. Jó, tehát nincs olyan, hogy hát én ezzel a topossal nem játszok, mert hát mert ő nem olyan jó, vagy mit tudom, nem szimpatikus. Nyilván a profi világ, ez itt már máshogy néz ki. Oké, és jó, nyilván a játékos nem teheti meg azt, hogy más csapat
ban, vagy más jellegű e-sport tehát olyan e-sport tevékenységet folytat, ami kimutat a csapat keretei közül, tehát e-sportolni csak a csapatba lehet, meg ennek a szerződésnek a kereteibe. Jó, ez nagyon fontos, tehát nem lehet az, hogy én csak úgy random elmegyek egy versenyre, vagy ilyesmi. Jó, tehát ez fontos. Jó. Oké, és a játékosnak részt kell venni a meccseken, tornamenteken, tehát úgy, ahogy a klub instruálja, tehát ha azt mondja, hogy igen, te mész erre a versenyre, vagy mit tudom, kvalifikáltunk a LoL VB-re, és akkor játékos azt mondja, hogy már pedig neked menni kell, akkor olyan nincs, hogy hát én mégsem mennék, mert mit tudom én. Jó, tehát nyilván menni kell. Oké, és itt szabályozva van is, hogy minimum hány órát kell gyakorlással, illetve hány órát kell meccsek játszásával játszani. Hát itt ki van hagyva üresen, de oda azt nyilván be kell írni. Oké, és emellett nyilván szabadságot vehet ki, 3 hónap előre ezt szólni kell, hogy ez így van, tehát le kell egyeztetni. Nyilván nem szerencsés akkor szabadságot kivenni, amikor éppen mondjuk a Katowice Major-ön kéne játszani, de nyilván ez föl sem merül. Oké, és jó, a játékosnak azokat a felszereléseket kell használni, amit a csapat ad. Számítógépek, szoftver, voicecom, tehát mindenféle internetkapcsolat, stb. Ezt a klub szokta biztosítani, nyilván profi játékosoknál ez azért eléggé alap. Oké, és most tényleg itt a nagy csapatokra gondoltok, mert ez már olyan profi szerződés, tehát ez tényleg a nagy profi csapatoknak egy ilyen minta szerződése. Oké, és jó. Jó, nyilván ezen felül persze, hogyha valamit a klub nem tud biztosítani, akkor azt a játékosnak kell, de hát nyilván ez ezzel nem szokott probléma lenni, tehát nem arról van szó, hogy most nincs pénz headsetre, meg ilyesmi, az azért ritkán fordul elő, főleg azért a nagy profi csapatoknál szponzor viszi, tehát ez azért általában működni szokott. Jó, nyilván a játékosnak megfelelő fizikai állapotba kell lenni, ez nagyon fontos, egészségesen kell élni, nagyon fontos, és nyilván erre kap guideline-okat. Jó? Jó, most kicsit spoilerezek, de csak úgy egymás között, hogy 2 hét múlva, ha minden jól megy, egyelőre úgy néz ki, hogy jönni fog az első vendégelőadónk. Na most nézhetnétek, hogy hogy lesz vendégelőadó. Hát nagyon egyszerűen, sőt még egyszerűbben, mint ha fizikailag kéne találkoznunk. Ugyanis itt fogunk Twitch-en beszélgetni, mármint olyan értelemben, hogy Discordon fogunk beszélgetni, nem mással, mint magával a Healthy Gamerrel, azaz Sabella Oliverrel, és itt lehet majd kérdezni a chaten. Jó? Tehát mi fogunk beszélgetni Discordon, azt én itt közvetíteni fogom, és majd tudtok itt kérdezni. Jó? És ő bizony ilyesmikkel foglalkozik majd, addig be fogok dugni egy csomó ilyen videóját, meg anyagát, hogy hogyan is lehet az, hogy amiről itt beszéltünk, hogy ez a jó fizikai állapot, egészséges életmód, amellett, hogy profi e-sportolók vagy gémerek vagyunk. Jó? Oké, és tehát mondom, erről lesz majd szó 2 hét múlva, de minden további infót majd hamarosan. Jó. Oké, és jó, menjünk tovább. Ugye itt van egy ilyen pont, hogy nyilván a játékosnak minden játékkonferencián meg ilyesmin részt kell vennie, amin egyébként ugye a klub valamiért részt kell, hogy vegyen. Jó. Tehát nem tudom, mondjuk van egy tényleg egy profi csapat, ami hát most hát nem akarok hazai példát mondani, de tényleg ilyen nagyobb ilyen WCG-n talán, meg ilyesmiken szokott lenni, vagy szok, hát na, szoktak lenni ilyen kiállítások, meg game konferenciák, amin azért sok profi csapat is képviselteti magát, és akkor lehet a játékosokkal találkozni, meg ilyesmi. És akkor azokon nyilván a játékosnak részt kell venni. Ha valamilyen nem tud, akkor a szólni kell 2 hónapra előre.
Jó, na de menjünk is tovább. Ugye itt vannak ilyen szponzor eventek. Ugye a partnerek által szervezett ilyen rendezvényeken azon részt kell venni. Teljesen mindegy, hogy az offline vagy valami tévéinterjú, vagy valami ilyesmi. Tehát azokon részt kell venni, meg részt kell vállalni ezekből a szponzor tevékenységekből. Jó. Oké, és nyilván minden nyilvános megjelenésen a játékosnak a csapatfelszerelésbe kell ott lennie. Na most nyilván itt ne arra gondoltok, hogy lemegy a boltba, és akkor a pólónak kell rajta lenni, bár ennek kapcsán mutatnék valamit, ami hát nem biztos, hogy e-sport, de azért egy vicces dolog. Azt hiszem a tavalyi NBA döntő, vagy lehet, hogy a tavaly előtti. Csak hogy így a felszerelés kapcsán. Nem e-sport, de ezt mindenképp meg akarom mutatni. Csak ha már gaming felszerelés. Őt ismerjük-e? Jó. Na hát ő a teljes gaming felszerelésbe volt ott. Jó. Hát az nyilván ilyen marketing jelleggel, meg ilyesmi. De igen, ő Dr. Disrespect, és ő tényleg a gaming felszerelésbe volt ott. Igen. Jó. Oké, és na, ezt tényleg csak így fölvillantottam, ez inkább csak ilyen vicces valami, mint komoly. Jó, de nyilván a ilyen nyilvános megjelenés alatt tényleg azt értsétek, hogy valamilyen ilyen interjú, vagy valamilyen tényleg nyilvános megjelenés, akár, tehát mondom, tévéinterjú, vagy ilyesmi, vagy meghívnak ilyen talk show-ba, csak mondok valamit, és akkor ott tényleg úgy kell megjelenni, ahogy azt a csapat előírja, nyilván csapat felszerelésbe. Oké, és jó, ez egy nagyon fontos rész a 3.14, hogy a játékos fogadja el azt, hogy ő egy role model. Jó? Tehát egy ilyen, fú, mi is ez magyarul, segítsetek. Példakép, ez az példakép. Jó? Tehát nagyon sok ilyen játékos van online, és most itt nem csak a profi e-sportolókról akarnék mondani, hanem a pro gamerekről is tényleg, akár az imént mutatott Dr. Disrespect, vagy akár mondhatnánk Shroudot is, Ninja-t is, tehát tényleg ők valamilyen értelemben ilyen példaképek. És nyilván emiatt úgy is kell viselkedni. Jó? Tehát jó példát kell mutatni, főleg a fiataloknak, meg tényleg akik követik. De mondhatnám, ha már a lolos világból mondjuk Tyler Vant is vagy tényleg sok mindenkit, hogy ők tényleg ilyen értelemben példaképek. Jó? És most szándékosan nem használom az influencer szót. Jó? Mert azt nem akarom használni. Jó? És akkor emiatt nyilván, tehát mit tudom én, ilyen nyilvános alkoholfogyasztás, meg drogfogyasztás, meg ilyesmi, vagy tényleg ilyen szabálysértések, bűncselekmények, ilyesmi. Déparap, ív, nem azt mondtam, hogy jó példakép. Azt mondom, hogy példakép. Jó? Tehát nyilván most az, hogy jó vagy rossz, hát nyilván ezzel lehet vitatkozni. Na, csak mondom. Jó? De, hogyha jó példaképet akartok, akkor nézzétek a Healthy Gamer-t. Nagyon fontos. Jó? Mert ő jó példakép. Oké, és na, menjünk tovább. Tehát nyilván ezekre figyelni kell, hogy viselkedjen is úgy, mint egy példakép, tehát egy példaképhez illően. Jó, oké, és nyilván ez nagyjából ugyanezt írja itt is. Oké, és nyilván a játékosnak kötelessége a szponzor
termékeit, szolgáltatásait promotálni. Tehát nyilván, hogyha nyilvánosan megjelenik valahol, amúgy ez általában szokott automatikusan működni, tehát vagy a mezen, vagy azon a pólón, amiben megjelenik rajta, vannak ezek a logók, tehát igazából ez azért működik. Oké, és... Jó. Nyilván ne használjunk olyan eszközöket, amik a szponzorációs, tehát ami a partnerénkkel szembe megy. Tehát, hogyha mit tudom én, mi most kötöttünk egy kizárólagos szerződést egy gyártóval, akkor ne használjunk más gyártó eszközeit. Vagy legalábbis tehát ne látszódjanak ezek, jó? Tehát tényleg ne használjuk. Nyilván az, hogy én most itt... mondjuk egy e-sportoló, egy profi föllövi otthon a streamet, nyilván a kutya nem fogja látni, hogy milyen monitoron játszik. Jó? De azt már fogják látni, hogy mondjuk milyen headset van rajta, vagy milyen széken ül. Jó? Tehát azt már nyilván fogják látni. Meg azt se, a legtöbb streamben azt se látni, hogy milyen egére játszik, kivéve akinek van ilyen mouse cam-je is. Azoknál látszik, de erre azért figyeljünk oda, tehát ne menjünk szembe nyilván a partneri megállapodásainkkal, mert azok nyilván szerződésszegést jelentenek. Jó, de nyilván gondolom azért ez is egyértelmű. Oké, és... Jó, itt nyilván arról van szó, hogy ugye a szponzor használhatja a játékos arcát, úgymond, a termékei reklámozásához. Nyilván itt ez azért itt ezt azért szokták részletezni. Tehát azért nem úgy van, hogy jó, persze ez itt igen, de azért ezt meg szokták előtte beszélni, hogy most, mit tudom én, az én arcomat fel akarja használni egy gyártó cég, és akkor azt azért nyilván előre leegyeztetik, hogy mindenkinek ez rendben legyen. Tehát nyilván azért ezek ilyen partneri megállapodások, most, hogyha valamilyen rosszul sül el, senki nem akarja, hogy haragudjanak egymásra, tehát nyilván ezeket azért leegyeztetik. De azért ez benne van, hogy innentől kezdve ugye nyilván a partner cég, tehát a szponzor, úgymond, használhatja az én arcomat ennek a szerződésnek a keretében, tehát ez teljesen működőképes. Jó. Oké, és menjünk tovább. Jó, csak tényleg tekerjük, mert az idő múlik. Jó, nyilván ha betegség van, akkor azt szólni kell. Nyilván itt a orvosi kezelés, ez az abaz. Ez azért ott figyelni kell. De épp nem kell annyira sietni? Sea server erről. Hát, ha nem megy a szerver, akkor nem fogunk játszani most. Ennyire egyszerű a dolog, de majd addigra hátha összeáll a dolog. Jó, oké is. Jó, de nyilván a betegség kapcsán szólni kell. Nyilván itt akkor a klub bizonyos értelemben biztosít ilyen orvosi kezeléseket, meg ilyesmit, tehát nyilván ez rendben van. Jó, ez egy nagyon fontos rész, hogy a játékos nem használhat semmilyen olyan játékszoftvert, vagy bármilyen szoftvert, ami hát jogosulatlan előnyszerzésre alkalmas, tehát unfair dologra alkalmas. Jó? Hát, hogy LOL lesz-e belőle? Hát még az is lehet. Jó, tehát nyilván itt ilyen csalóprogramokra gondolunk, ilyen Word.exe, meg a aimhack.ru, tehát erre nyilván figyeljünk. Tehát ilyet nem lehet használni. De ezt amúgy se szabad használni. Jó? Tehát nem csak e-sportolóként, hanem egyébként se. Jó. Másik része a dolog, hogy nyilván megint csak lopott játékkal ne játszunk, jó? Tehát ne a lopott csével akarjunk játszani. Nem hiszem, hogy lehet egyébként.
vagy lopott siege-em egyszerűen a szerverre nem fog beengedni, de akkor is semmilyen, az meg a másik, hogy a csé ráadásul ingyenes is. Jó, tehát nyilván erre figyeljünk oda, nem az, hogy odafigyeljünk, hát ne lopjunk kész, tehát nagyon egyszerű. Ott van a játék, kerül 30 euróba, vegyük meg. Vagy ha nincs pénzünk, akkor nem játszunk vele. Ennyire egyszerű. De ez nem csak e-sport játékokra, ez mindenre vonatkozik. Támogassuk a kiadót, meg a fejlesztőt azzal, hogy megvesszük a játékát. Jó? Ez nagyon alap. Vagy ha nincs pénzünk rá, én nekem is mondok egy példát, ott van a Doom, még mindig 60 dollár, én meg fogom várni, amíg leakciózzák. Jó, nekem a 60 dollár sok egy játékért, leakciózzák mondjuk felére, akkor már okés. Jó, tehát ki kell várni. Jó, rendben van. Na, ezen lépjünk túl, mert szerintem ez elég egyértelmű. Nyilván itt a következő pontban az, hogy fair play, meg szabályok betartása, tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Okés. Jó, illetve ez a szerződés is megengedi azt, hogy a játékosnak legyenek saját személyes szponzorai is. Nyilván ez a klubnak az írásos engedélye kell. Ugye ez különböző érdekütközések miatt, tehát hogyha most mondok egy példát, ha a klubunk mondjuk szerződést köt az Asus-szal, én meg szerződést akarok kötni az Acer-rel, az nem biztos, hogy szerencsés. Jó, tehát az nem biztos, hogy szerencsés. Nyilván itt az ütközésekre figyelni kell, hát de ezt a klub fel tudja oldani. Jó. Rendben van. Na, itt vannak a klubnak a kötelességei, tehát az, hogy a klubnak mik a tehát, hogy mi a teendője. Ugye egyrészt itt is megvan ez az absolute loyalty, ugye a játékossal szembe, tehát nyilván a játékos hűség, tehát ez a klub hűség, ez ilyen oda-vissza dolog, nyilván. Nyilván a klubnak elő kell segíteni a játékosnak, meg a csapatnak az előrehaladását, tényleg az előrelépését, tehát segítenie kell a tevékenységével. Jó, és akkor itt van a fizetés. Jó, itt ugye ezek üresen vannak hagyva, ide ez be kell írni, ilyen kompenzáció, bónusz, ilyen személyes prémiumok, ugye itt van a prize money, letisztázva, hogy mekkora részét kapja meg ugye a pénzdíjaknak a játékos. Ugye itt azért már nem automatikusan van. Talán erről nem beszéltünk az amatőr sportolói meg a Deac kapcsán, hogy ugye annó mi úgy csináltuk, hogy ami pénzdíja volt a játékosoknak, azokat úgy megtartották. Nyilván itt első körben nem voltak olyan nagy pénzdíjak, tehát amit mit tudom én, ilyen Challenger mód, meg ESL, meg ilyesmilyen, hát ilyen pár eurós szintre gondoljatok, pár 10 euró maximum. Azokat ugye, hát egyrészt a saját akkontjukra utalta ugye a szervező cég, tehát ilyen Challenger mód, meg ilyesmi. Egyébként meg nyilván megtarthatták a játékosok ezeket, tehát nem volt az, hogy mit tudja, de az most 20%-ot leveszi, mert egyelőre nem is volt indokolt, hogy miért vegye le, mert ilyen értelemben nem adtunk semmit, tehát mi se vártunk el semmit, tehát igazából ez így működőképes volt, illetve nagy összegű pénzdíjakig még nem jutottunk el. Nyilván ott azért lehetett volna probléma, mert emlékszem, voltunk olyan versenyen, ahol 100 000 forint volt a fődíj, csak sajnos nem sikerült megnyerni. Viszont, hogyha megnyertük volna, akkor ott nyilván már ilyen papírozási, hát Magyarországon a papírozás azért nem volt egyszerű sohasem, ott azért lett volna papírozási teendő. Jó, tehát hogy ki utalja, kinek utalja. Jó, Cheeseheadről most nem beszélünk. Jó, Cheesehead egy más kategória volt, meg ott talán annyiban volt szerencsésebb a dolog, hogy egyéni játékos, tehát nem csapat szintű volt. Jó, de való igaz, hogy Cheesehead egy más. Mondjuk a nagy versenyét már nem nálunk nyerte, hát nálunk is nyert versenyeket Cheesehead, de a nagyokat később kezdte el így sorba megnyerni, meg jól szerepelni. Jó. Oké, és na és akkor ugye itt a profi kapcsán már más a helyzet, tehát itt azért
A profi világban azért a versenydíjazások már igencsak úgy a millió dollár környékén, ha más nem özdíjazásban mindenképp, tehát nyaldossák a millió dollárt, de a százezres nagyságrendet mindenképp, és akkor ott nyilván azért már a csapatnak is van ezzel teendője, ugye menedzsment, stb. Tehát a profi világ az más, hogy működik ott, nyilván már a csapatnak a menedzsmentje is fizetés kap, stb. Tehát ott nyilván azért egy bizonyos százalékot ott le kell venni a dolgokból. Jó? De hát ez teljesen természetes. Jó. Na, tehát úgy nagyjából itt ez lenne az érdekes, ez szerintem múlt héten elmaradt, erről nem beszéltünk. Jó. Oké, és hát itt ilyen, hogy havi fizetés, meg Euróbank számla, meg bruttó bér, adózás, ez nem olyan érdekes, ez nyilván minden játékos abban az országban adózik, ahol adóznia kell. Jó, mi történik, hogyha inaktív lesz a játékos? Ezzel se akarunk most feltétlenül. Jó, nyilván ezeken az online versenyeken részt kell venni, itt a klubnak is és a játékosnak is meg kell tennie mindent, hogy ez létrejöjjön. Jó, a klubnak lehetővé kell tenni, hogy a játékos részt tudjon venni a versenyen. Nyilván ilyen nevezési díjat, meg ilyesmiket be kell fizetni. Ugye ilyen utazási dolgok, meg vízum, meg ilyesmi, tehát mondjuk, tudom én, most Amerikában van egy verseny, most éppen, ha már Cheeseheadről így eszembe jut, hogy ugye volt Las Vegasban versenyen, nyilván az ilyen vízumot, meg ilyesmit neki kellett intézni. Tehát azt a klubja nem tudta volna neki intézni, azt mindig ezt egyénileg kell ezeket. Nyilván a klub elősegítheti meg a helyzet, de általában a versenyszervezők szoktak kiállítani ilyen fogadónyilatkozatot, meg ilyesmi, és akkor az alapján a vízum már nyilván sima ügy. Hát, hogyha nem vakszónak el valamit, akkor általában sima szokott lenni. Jó. Oké, és nyilván itt a pénzdíjak között van még, pénzdíjakkal van némi szabályozás, szponzorpénzekkel van szabályozás. Oké, és jó, nyilván a klubnak kell fizetni az ilyen utazási költségeket, szállást, meg az ott létet, meg ilyesmi. Ezekkel most nem akarnék foglalkozni, mert talán ez egyértelmű. Oké, és jó, nyilván a klub adja gaming felszerelést. Oké, és ami még itt megjelenhet, hogy a klubnak biztosítania kell lehetőséget arra, hogy a játékos részt vegyen a válogatottba. Nyilván, ahol ez értelmezve van, ugye FIFA-ban van, ha jól tudom, ilyen triviálisan. Tudtok-e esetleg játékot mondani, ahol ez még előjöhet? Most így hirtelen nem nagyon jut eszembe, hogy a FIFA az biztos, ott van válogatott. De egy más játék kapcsán ilyen nagyobb versenyt én nem tudok mondani, ahol lenne válogatott. Ti tudtok esetleg? És hirtelen nem ugrik be, hogy lenne ilyen Nations Cup. LOL All Star? Hát talán. Na mindegy, megnézzük majd. Így hirtelen nem nagyon jut eszembe. Nyilván a FIFA az oké is, de más így nem nagyon. Ségóba Nations Cup, mondjuk az igaz. Az még megy egyáltalán. Na jó, mindegy, menjünk is tovább, mert ne húzzuk az időt. FIFA-ba biztos, hogy van, és akkor biztosítania kell időt arra, hogy ugye fel tudjanak készülni. Tehát az, hogy is hívják ezt fociba? Összetartás, ez az. Összetartás, arra tudjanak menni. Jó? Tehát erre kell biztosítani a időt és lehetőséget a klubnak. Nyilván ezt ütemezni kell, tehát időbe kell szólni, hogy nyilván a versenynaptára ez kompatibilis legyen, de erre időt kell biztosítani a klubnak.
Jó. Aha, akkor az már nincs. Lehetségben akkor az már nem igen van. Jó. Hát lehet, hogy elhalnak ezek a dolgok. Emiatt is lenne furcsa egy kicsit az olimpia, mert ott általában ilyen nemzetek színeiben vesznek részt, nem pedig klubszínekben a játékosok. Tehát egy kicsit, tehát ott válogatottak vannak. Jó, ugye amikor így az olimpia följön, akkor mindig az az első kérdés, hogy oké, rendben van olimpia, de vannak-e nemzeti csapatok, vannak-e válogatottak? És akkor ugye nyilván, hát nem nagyon. Ugye a FIFA-t leszámítva, akkor ezek szerint itt írjátok, hogy Csében volt VB is, meg és mi, de már azok a versenyek kihaltak. Klub szinten van az egész csak. Aha. Hát igen, igen, köszi az infót. Ugye egyéni játékosként persze megint más a helyzet, mert egyéniben most tök mindegy, hogy a klubot vagy a országodat képviseled, mert nem tök mindegy, de nyilván ott azért megvan, de hát hogyha nincs válogatott, akkor hogy lehetne egy LOL az olimpián? Csak ott kiindulna a G2. Kicsit olyan fura lenne. Jó? Tehát ott nincsen nyilván klub. Na, de menjünk is tovább. Itt a transfer kapcsán nyilván ez az átigazolás. Ugye a klubnak jogosultsága van arra, hogy ezt az átigazolást tárgyaljon más klubokkal, és hogy valamilyen átigazolási összeget állapítson meg a játékos kapcsán. Hát igen, ez is benne van. És nyilván a játékos kérheti azt, hogy már azelőtt legyen átigazolás, hogy lejárna a szerződése. Nyilván ez a klubnak is a beleegyezése kell, meg nyilván akkor megállapíthat átigazolási értéket is. Jó, hát ilyen büntetések, most ugye az, hogy szerződésszegéskor mi van, vagy hogyha nincs meg ez a klubhűség, tehát más klubok színeibe játszik, akkor hogy milyen büntetést kell fizetni, ha ez és az és amaz fönnáll, vagy ilyen szerződésfelbontás, meg ilyesmi, most ez nem is olyan érdekes. Jó, ugye itt van még ez a confidentiality dolog, tehát az, hogy egyrészt amit a szponzoroktól kapunk információt, vagy hát ami a szponzorok kapcsán van információ, az soha nem lehet továbbadni. Tehát itt látjuk, hogy a all times, tehát ott nincs is időkorlát, tehát nyilván az ilyen külső cégekkel kapcsolatos dolgokat, azokat nagyon szigorúan szabályozzák, tehát ott tényleg szigorú a dolog. Akkor egyébként ami van, hogy a szerződés felbontása után 2 évig a játékos nem beszélhet negatív értelemben sem a klubról, sem a szponzorokról, sem a szponzorok termékeiről. Tehát nem mondhatom azt, hogy fú, hát ez és az a cég rendkívül szar egeret gyárt, ne vegyétek meg. 2 évig ezzel várni kell. Jó, tehát ez nyilván, de amúgy sem mondjunk ilyet, meg hát ha most belegondoltuk, azért profi játékosok nem is nagyon szoktak ilyeneket mondani, leszámítva egy-két extrém kivétel, de azért e-sportolók nem nagyon szoktak ilyenekbe belemenni. Okés. Jó. A szerződés lejárta után 5 évig nem mondhatok rosszat se a klubról, se a csapattársaimról. Már az akkori csapattársaimról, tehát erre is figyelni kell. Ugye ez a lejárt a szerződésem, lépjünk tovább. Ha tartjuk ezt a szemléletet, akkor nagy gond nem lehet, de ugye ezekre oda kell figyelni. Jó, oké, és nem mondhatunk semmi olyat, ami amúgy nem található meg nyilvános információként, tehát ilyen, tehát akármilyen publikus dologként, hát ez ilyen üzleti titok, talán így fejezhetném ki jól, tehát mit tudom én, a csapatfelállás, meg mit tudom én, tehát hát nyilván ezeket nem adhatjuk tovább. Oké, és jó, interjút nyilván csak a klub engedélyével adhatunk, legalábbis a szerződésünk ideje alatt, és a klubnak van lehetőség az, hogy
tehát lehetősége van arra, hogy ott legyen az interjú. Tehát ha én interjút adok valahol, én profi szerződésem van, akkor egyrészt először kell a klubnak az engedélye, írásos engedélye, másrészt pedig a klubnak ott lehet valamilyen hivatalos embere, mondjuk egy GM vagy valaki ott lehet, hogyha valami félre megy, akkor ő ott esetleg tudjon segítkezni, hogyha beleakad a szó a játékosba, de nyilván ezeket csak a klub hozzájárulásával lehet. Oké, és nyilván ott van a másik oldal is, hogy nyilván a klub sem mondhat rosszat úgymond a játékosról, vagy nem szivárogtathat úgymond ilyen személyes információt. Jó, tehát ezekre nyilván megint oda kell figyelni. Jó, biztosítás, nem akarok belemenni, mert országra országra ez is változik. Nyilván itt ilyen egészségügyi biztosítás, meg ilyenek, hát mondjuk Magyarországon ez aránylag triviális, mert itt ezért ez a biztosítási rendszer elég egyértelmű, meg viszonylag egyszerű is. Mondjuk Amerikában már megint más a helyzet, ugye ott azért elég nagy szívás, azért ezt most is elég jól látjuk ebbe a helyzetbe, de a lényeg, hogy a klub biztosít valamilyen formában, valamilyen szintű egészségügyi biztosítást. Jó, mettől meddig tart, meg hogy ilyesmi. Jó, ugye ez a rész, ugye ez a 10-es paragrafus csak annyi igazából, hogy a játékosok önszántunkból nyilatkoztak, tehát nem kényszerítette őket senki, vagy ilyesmi. Illetve itt vannak még ilyen egyéb dolgok, de szerintem ez csak tényleg olyan, hogy ha a kiskorú a játékos, mi történik. Ez ilyen békéltetés, hogyha valami félreértések vannak, vagy ilyesmi, hogy akkor mi a eljárás, ilyen, itt is van ilyen békéltető testület, meg mit tudom én, ezek nem olyan érdekesek. Jó, úgyhogy nagyjából így néznek egy profi szerződés, hát talán egy picit vaskosabb. Amint mindenképp mondanék, hogy ez csak egy váz. Nagyon sok egyéb dolog lehet még ebbe a szerződésbe, ami ilyen személyre szabott dolog. Tehát most nyilván a fizetésen meg ilyesmin kívül, ami abszolút egyénre szabott, lehetnek még ilyen külön kis kitételek is, akár a bónuszok kapcsán, meg sok más egyéb kapcsán. Tehát nagyjából ezt úgy is el lehet képzelni, mint ahogy például a profi sportvilágban is van, hogy mondjuk valamilyen plusz tételeket még bevonunk a szerződésbe, hogyha a játékos elér ilyen és olyan és amolyan egyéni díjakat, akkor még plusz, tehát mit tudom én, csak mondok egy példát, a LCS-ben vagy LEC-ben a játékos alapszakasz MVP lesz. Az arra mondjuk akkor hozzádobunk még, mit tudom én, 1,5 millió eurót. Csak mondtam egy számot, lehet, hogy egy kicsit sokat, de hozzádobunk még valamennyit. Jó? Ezek a profi sportvilágban is megvannak, ugye akár az NFL-t nézzük, vagy NBA-t, most azokat tudom így hirtelen példaként mondani, mert azok talán transzparensebbek, vagy talán azok a legtranszparensebb ilyen szerződések, ott ezek tipikusan megjelennek, megjelenhetnek ezek itt is, igazából. És nagyon sok ilyen lehet. Hát egyszer szívesen megnéznék egy tényleg éles szerződést, hát nyilván nem fogok, mert ezek azért titkos dolgok, mondjuk egy fékárnek, vagy egy ilyesmi, ugye most hosszabbított, ha jól tudom, azért megnéznék, hogy ott milyen kitételek vannak, meg milyen extra infók. Valószínű nem fogom látni soha, de azért az biztos, hogy érdekes lenne. Jó. Na, kérdés van-e esetleg ezzel a szerződéssel kapcsolatban? Azt most dobjuk be. Várok egy pár percet, addig öblítek is, mert kéne még egy ember? Jó, akkor a szerződéssel kapcsolatban nincs kérdés. Föl fogom tenni a Drive-ba, meg tudjátok majd nézni, jó? Tehát a Drive-os mappánkba majd föltöltöm, és akkor ott majd látni fogjátok, hogy
tehát el tudjátok olvasni, meg tudjátok nézni. Szerintem az amatőr szerződésünk is ott van. Mint az a Deacos amatőr sportolói szerződést is, amit múlt héten néztünk meg, de lehet, hogy még nem tettem föl. Még nem tettem föl, akkor szerintem óra után föl is teszem. Jó? És akkor ott meg tudjátok nézni. Na. Jó, akkor lépjünk is tovább, és akkor nézzük meg, hogy pörög-e a Siege. Aha. Kéne akkor még egy ember. Jönne valaki még? Na, a Warzone-t indítsam el. Jó, úgy látom most négyen vagyunk már a... Jó. Dépara, nem értem. Mi a gond az Unranked meccsel? Öt körvinig megy, nem három. Jó, jó, jaj, mindegy, ezt teljesen rátok bízom, ahogy gondoljátok. Ez abszolút, ez... Mondom, ezt teljesen rátok bízom. Engem csak inveljetek be egy gamebe, és akkor annyi. Jó. Na, amíg itt adminisztráljuk a dolgokat, addig mondanám, hogy ugye jövő héten, húsvét hétfő van, és ugye nem lesz óra. Jó, tehát nem lesz óra, kész. Ugye órarend szerint se lenne, tehát egyébként se lenne, nem lesz óra. Ha gondoljátok, igazából ilyen szabadidő jelleggel indíthatunk ilyen játszós dolgot, ha valaki szeretne streamelni, vagy ilyesmi. Én amit elkezdtem most pörgetni, az a Warzone. Hát még azért kell vele játszanom, mert azért még vannak gondok. Mármint úgy értve, hogy... Tehát még azért kell játszanom, hogy jó legyen. De már kezd jó lenni, kezdem megszokni a játékot. Úgyhogy majd mert van zacskóm? Hát lehet, hogy van. Ó. Na. Akkor egy zacskót kinyitunk. Na. Szuper. Jó. Oké is. Na, szóval a lényeg, hogy lesz majd Warzone is, csak hogy lássunk ilyen Battle Royale játékot is működés közben, de az majd, hát 3 hét múlva. Jó, mert ugye jövő héten húsvét, 2 hét múlva, ugye akkor lenne ez a vendégelőadós óra, és akkor 3 hét múlva néznénk meg. Jó? És én már hétvégén ki fogom írni akkor a... Vagy hát most a héten, vagy legkésőbb a hétvégéig akkor a programozós feladatokat is kiírom, és akkor azt is el lehet kezdeni csinálni. Van még időnk, mert van még több mint egy hónap a szemeszterből, de azért most már azokat is el kell kezdeni. Na jó. Akkor, amit még most kérnék, és akkor hát az órának az érdemi része ezzel véget is ért. Egyébként nyugodtan maradjatok nézni, vagy ilyesmi, srácokkal nyomunk egy-két meccset, hát szerintem egyet. És akkor 2 hét múlva folytatnánk, addig meg az infókat küldöm majd a Discordon. Jó. Na, akkor én beépek ide a Discordra. Remélem hallani fogtok. Hello, sziasztok! Hello! Hello! Jó.
Na, én hallak titeket, remélem a streambe is jól hallatszik, de hogyha nem, akkor most nem fogtok hallatszódni. De szerintem jó lesz. Jó. Ja. Na, hát. Akkor mehet, aha. Reméljük a stream is jó lesz, ha nem, akkor lelövöm és akkor nem streameljük. Legalábbis múltkor kipróbáltam egy másik accountomon streameltem, és ott jó volt. Tehát ott nem akadozott most. Reméljük, jó lesz? Hát... meglátjuk. Megint outback kell kezdünk. Begyakoroltuk. Aha. Na mit bannoljunk? Kalit. Hát... jobb. Hát itt ez a banfázis, ha már tiszta profinak érzem magam. Addig jó, míg Kali ki van bannolva. Jó, Clash. Aha. Igazából vicces, mert Clash-t úgy szokták csinálni, hogy nem lehet vele játszani, szinte sosem, mert mindig maintenance. Amikor lehet, akkor megbannolják. De amikor lehet, akkor megbannolva. Ilyen felesleges operátor. Hoppá. Kicsit lehet, hogy érzékeny a mikrofonod. Az enyém? Nem, a Spirit Crusher-e. Más valaki streameli még esetleg? Nem, de bedobhatom streamet. Ja nem azért, csak kérdezem. Nem muszáj. Most lore-ra próbáltam optimalizálni. Visszanéztem az egyik kupa meccset, a legutóbbit. Néztem, hogy kb. 10 FPS-sel ment. Uh-huh. Utána rájöttem, hogy szar volt ott is az encoding. Hát meg ez a Windows, ez katasztrófa ilyen értelemben, mert ugye az Nvidia-nak már tök jól működik ez a encodingja, tehát ez a GPU-s encodingja, csak a Windows néha olyan furcsán viselkedik, tehát hogyha a játéknak a kihasználtsága fölmegy, tehát az erőforrás kihasználása fölmegy 95% fölé, akkor a Windows minden mástól elvonja az erőforrást. És ugye, így ha elvonja az erőforrást a OBS-től is, azért az nem túl szerencsés. Igen, nekem is ilyet csinál. Viszont CPU-val meg nem. Hát az hát mondjuk nekem a CPU is jó lenne így, mert 9700K-m van, csak ha már van Nvidia, meg tudod, a Turing architektúrás GPU van, akkor már inkább azt használom. Na csak közben figyelek, mert ne rajtam menjen el a meccs. Szóval az volt a megoldás, hogy föl kellett, tehát adminisztratív módba kellett futtatni az OBS-t. Ami a Windowsnak ilyen... what? És azóta már jó. Legalábbis remélem most jó a stream. Mm-hmm. Renato, ott vigyázz! Befutott egy lésen.
az irodába. The diffuser is no longer in your possession. És kíváncsi lennék, hogy letoppan? Rossz példát mutatsz. Ott egy el a... Igen, értettem. El a tegen. Be lehet itt menni. Bemész az ablakon, ott vigyázz. Hát igen. Az Ella ott volt, ő balra. Jobbra meg Lízsa. Pont jobbra tőled. Hát bementem a Lízsen trapbe. De nullos a dog. Két HP-ja van. Egy HP-s a Lee-s. 10 seconds. Az igen. 5 seconds. Utolsó Ella, az a másik szájtom volt. Majdnem. Hát ő nice try. De safe shot. Nem kapta a hitet. Nem sok a múlva. Múlt héten sem sikerült az ész, most sem. Szegény. Annyira sajnálok amúgy. Pedig arra készültem, hogy Oliverrel játszunk. Hát nem, majd... Hát megkérdezem csak. Nem biztos, hogy ez el van ott ideje. Kivitelezhető. Fent lesz. Jó. Your drone has found a bomb. Ten seconds before insertion. Még régen M-nebel 5 velük nyomtuk. Igen, arra emlékszem, hogy volt. Én gyakorló meccseket nyomtatok. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Már ott elvertek minket. Hát... Ők nagyon sokat játszanak, meg gyakorolnak. De én mindig a Wild ellen volt a legviccesebb. Hát jó, de a Wild is. Hát, az... hát azt néztem azt a meccset. Amúgy... Hát na, jó meccs volt már olyan értelemben, hogy tettétek, amit kell. Így a harmadik körben mondtam, hogy versenyezünk, kiöli meg előbb az egyik wildost. Már azon ment a verseny. Itt lőnek. Hányan vannak, azt láttad? Szerintem ketten. De ketten. Egy biztos.
Jaj. Kristóf, vagyok, felszedlek. Oké. Okay. Hát, nem tudom, menjék be. Tanácstalan vagyok. Ah, baszki. Hoppá, hoppá. Ott. Előtt. Piros bikánál vannak. One op four remaining. A Legion amúgy nullos már. 15 seconds left. One. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Diffuser is active, protected at all costs. Op 4 neutralized. Mission successful. Csak visszatérve, ennyi volt a gond a stream előtt, hogy kicsit túl volt terhelve a GPU, és emiatt visszavette a teljesítményt a Windows a többi programtól, így az OBS-től is. Kicsit visszavette. És a megoldotta így? Hát picit visszább kellett venni a grafikát, de tényleg csak minimálisan, meg adminisztratív módba kellett indítani az OBS-t. Ennyi. Amúgy az Nvidia-nak az oldalán írták, az Nvidia írta ezt az oldalán, hogy így kell. Hát, majd a forrásban, OBS forráskódját meg kéne nézni, hogy itt pontosan mi történik. Ugye ott vannak szerintem. Persze, ugye. Azok jól kisarakoztak. Ott van is egy drónom, ha nem lőtték ki. Elvileg nem. Van egy shotgunos valkőr. Erőim? Hát megpróbálhatjuk, csak itt mindkét oldalról lehetnek. Vannak is. Csörgetek egyet. Garázs már nagyon lobbiznak. Valaki? Ott van, srác. Sajnos más nem láttam meg.
jött még az ajtó mögött, tehát... Hát be tudunk itt menni. Hát, garázsban vannak mindenki ketten. Viszont hárman. Hoppá! Ja. Ó! Tegen vannak. Ó, itt balra itt ül. Ajtóba. Be belenéztem. Majd én lőttelek ki, vagy te feleztél? Nem, nem te lőttél ki. Jó, itt már úgy lehet nincs. Így hát... Drop the diffuser. Ja, másik oldalt is elfogadtunk. Hülye gáz meg. Még mindig ott tegnél van az egyik. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Jobbra. Hát elvileg az ajtótól jobbra lesz. Ott voltam úgy. Ott. Nem nézett ki, jól csináltam. Nice try. Még itt kéne húzni szerintem. Fűzik ennek a ajtónak rá. Oké. Okay. Léptek a fekbe is. Már jönnek be, itt vannak a zuhanyzóba. Kapitáló. Ott ketten is van. Friendly last operator standing. Túl közel távol a fegyverem azt.
Kifut. Az igen. Az igen. Wow. De egyébként visszatérve Kaszanovára, még nem kizárt, hogy játszunk vele majd. Lehet, hogy lemegy ez a beszélgetés, és akkor utána. Majd meglátjuk még, hogy legyen. Reméljük. Húzzuk be? Húzzam be? Hát, fölösleges. Basszus! Vár! Az interrogét. Bement ára egy. Ezt a Bane-ben telt el. Bane. Kint áll egy az ablak előtt. Potato. Op 4, last operator standing. Túl sokáig ment a fék.
secure the bombs. Op 4 has found a bomb. Razor wire is deployed. Down to 10 seconds. Feed up and running. ADS up and running. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Don't wake up. Stay clear of blast. Mo sikerült. Jön a Bikana. Számítottak rám. Tegyen egy gyanú. Oké. Oké, ott van. Jó. Ott ninja. Még tető van, nem? Four, last operator standing. Szerintem áfelől megy, de nem biztos. Elnézek ára. Aha, A ablak. Beugrott. Down to 15 seconds. One friendly operator remaining. Ó, mert hol? Olyan nullos. 10 seconds left. Itt bal. Hostiles eliminated. Végre ki is lépve. Egy körös az overtime? Nem. Nem feltétlenül. Kettővel kell nyerni. Kettővel kell nyerni? Igen, igen. Jó, csak nem emlékszem, hogy ez a rendszer hogy van. Hát az nyer, akinek megvan az 5 win. Ja. Ja jó, oké. Secure the bombs. Camera feed up and running. EED mounted. Let them come in back. Top 4 has located a bomb. Plan your defensive support.
10 seconds to insertion. Norway, come out. 5 seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Megvan egy bomba. Szép. Ez gyors volt. Casual a para moment. Itt van egyébként a bomba. A bomb has been located by Op 4. Fentről beloptak egy drónt a... Bikán a fuse, körülbelül egy HP. Megvan még egy a bombánál. One op four remaining. Itt jönnek. Folyosó. Fent. Másik nem tudnak sok mindent kezdeni, mert itt a bomba. Gyere Kristóf egyikben itt. Itt vagyok. Védem erről az oldalról. 25 élete van. Nem kéne halni. Frost. Nem tudom, fürdött vagy. Nem Frost, ez bomba. Bocsánat. Hadd legyen. Bombámra hátra lássuk. Muszáj volt. Hát igen. Ilyenkor meg kell dicsérni. Ügyes voltál, para. Kéri. Nem kell megdicsérni, mert az boostolja az egómat. Hova feljebb? Csak három. Innen szép neki a gödgyőzenem. Need to use your drone to locate a bomb. Végül is támadásban volt, mint eddig gyöngyőben. Igen. Szóval. De akkor még öten voltak. Ja. Meg azóta már én is találok meg. És én nem is. Drone has found a bomb. Felszint. 10 seconds. Nem felszint. 5 seconds before insertion. Okay. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. A kavér az mit akar? Arra adjon a defusert? Nem kell. Hol? Volt. Föl tudlak szedni? Nem, ne gyere be, ketten vannak, egyik küldött gondol, egyik meg elő. Szóval igazából.
Jó, a másik fürdőszoba. Igen, be tudunk itt jönni. Fürdő. Oh, igen, fürdőszoba. Kifutott. Op 4 eliminated. GG. Na, hát srácok, köszönöm szépen, hogy jöttetek ismét. Sajnos végére ért az óra, mármint hogy már időben is a végén vagyunk. Hát meglepő módon D-para lett megint az MVP. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Jó. Még nem mostanában elhatóztam. Jó, úgyhogy tényleg köszönöm szépen, hogy megint rendelkezésre álltatok, úgymond, meg jöttetek. És aztán folytatjuk majd mindenképpen. Majd meglátjuk, hogy hogyan, meg mikor. Jó? Na, én elköszönök még a streamtől is, köszi még egyszer, hogy jöttetek. Köszi. Hello. Hello, hello. Hello. Sziasztok. Na. Hát akkor mára ennyi lett volna ez az óra. Úgyhogy igazából... ennyit gondoltam mára. Az, hogy hogyan folytatjuk, ezt majd meglátjuk. Ugye jövő héten biztos nem lesz, mert húsvét hétfő, két hét múlva pedig akkor valószínű az első vendégelőadónk meg is jelenik, de erről majd infót majd később adok. Jó, úgyhogy mára igazából ennyi lett volna. Köszönöm szépen még egyszer, hogy jöttetek és hogy itt voltatok. Aztán folytatjuk két hét múlva. Na, sziasztok!